Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, megkezdjük a húsvéti szent három napot. Az utolsó vacsora esti szent miséjét fogjuk imádkozni. Jézus az utolsó vacsorán megtisztította tanítványai lábát a pászka vacsora közben, és ezzel szeretetének jelét adta irányukba. Bennünket is így szeret az Isten, szeretné megtisztítani lábunkat. Bár ez most furán hangzik, mert nem szoktunk ilyen dolgokat végezni egymással, nem szoktuk egymás lábát mosni, de abban az időben ez egy szolgai feladat volt. A legalantasabb feladat, hogy megtisztítsuk a másiknak a lábát. És Jézus mégis ezt tette apostolaival, megmutatva nekik, hogy Isten mennyire leereszkedik hozzánk, és mennyire le tud hajolni azért, hogy bennünket fölemeljen. Az ő példája arra vezet bennünket, hogy Isten így szeret bennünket ma is. És ezt éljük át ebben a mai szentmisében. Így keressük a mai napon az Istent, aki bennünket így szeret. Szentmisénk elején ismerjük el vétkeinket, mulasztásainkat, amelyektől tisztít bennünket Jézus. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Mai szentmisében húsvétig nem fog most már elhangzani a dicsőség, csak ebben a mai szentmisében. Ilyenkor elhallgatnak a harangok is, nagy csütörtöktől egészen húsvét estéig, ezzel jelezve, hogy most már Jézus szenvedését kezdjük magunk elé idézni, és azon gondolkodunk. Énekeljük el közösen a dicsőséget. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te veszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te veszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, annak a szent vacsorának megünneplésére jöttünk össze, amelyen egyszülött fiad, új és örökre szóló áldozatát és szeretet lakomáját halála előtt az egyházra bízta. Kérünk, segíts, hogy ebből a nagy misztériumból a szeretet és az élet teljességét megérthessük, és ebből meríthessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes második könyvéből. Az ószövetségi húsvéti vacsora parancsát fogjuk hallani. Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban. Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap. Ez legyen az év első hónapja. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének. A hónap 10. napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Aszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap 14. napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete este felé vágja le, vegyenek a véréből, és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtó félfájára és szemöldök fájára, amelyben elköltik. A húsát tűzön megsütve, még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. Így fogyasszátok. Legyen derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végig vonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban, embert és állatot. És ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. A vért használjátok annak a háznak megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem. Ez a nap legyen számotokra emléknap, s üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak, mindörökre. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, Krisztus vérében részesít minket. Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, Krisztus vérében részesít minket. Az Úrnak mit adhatnék, mindazért, amit nékem adott. Veszem az üdvösség kelyhét, és az Úr nevét hívom segítségül. Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, Krisztus vérében részesít minket. Drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke, bilincseimet széllyel törted. Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, Krisztus vérében részesít minket. Bemutatom neked a dicséret áldozatát, s
s az Úr nevét hívom segítségül. Megadom az Úrnak, amit fogadtam, egész népének színe előtt. Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, Krisztus vérében részesít minket. Szent lecke. Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Arról a leírásról hallunk, amit Szent Pál a friss keresztényeknek mond, Jézus halálát és föltámadását követően. Testvéreim, én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Amikor ugyanis a kenyeret eszitek, és a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézus mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt, Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászon kendőt és derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, s mosni kezdte tanítványai lábát, majd derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt, Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt, most még nem érted, hogy mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott. Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte, ha nem moslak meg, semmi között hozzám. Erre Péter így szólt, Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is mosd meg. Jézus azonban kijelentette, aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok ugyan, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta, nem vagytok tiszták mindnyájan. Miután megmosta a lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek s úrnak hívtok engem,
és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Erről a mai evangéliumi szakaszról sugárzik felénk Jézus szenvedélye, szeretete. János apostol azt mondja, hogy még végső jelét akarta adni szeretetének Jézus. És ez a lábmosás, tudjuk, a szolgai feladatok közé tartozott. Manapság, talán ha az evangéliumot írnák, akkor nem is tudom, mit lehetne ezzel fölcserélni, vagy milyen az a szolgai feladat, amelyet a másiknak elvégezhetünk. Talán gondolhatunk itt arra, hogy például fölmosunk a konyhába, vagy kimossuk a másiknak a gatyáját, vagy a ruháját és egyéb dolgokat. Minden esetre manapság is vannak, mondhatni, szolgai feladatok, amelyeket napi szinten elvégzünk az élet természetes velejárójaként. És Jézus azt szeretné, ha megértenénk, hogy ő nem riad vissza értünk elvégezni a legszolgai feladatot sem. Ő az az Isten, aki a legmélyebb dolgot is átvállalja értünk. Tudnélik, az ítéletet, a kereszt halált is átvállalja. Tulajdonképpen ez sokkal mélyebb, mint egy lábmosás. És azért adta ezt a lábmosás szertartását a tanítványainak, hogy megértsék, hogy a következő időszakban mi fog történni. Hogy a következő pár napban, amikor őt elítélik és keresztre feszítik, akkor tulajdonképpen értük vállalja el nem csupán azt a megalázó feladatot, hogy megmossa a lábukat, hanem azt a halált, amit a bűnök okoznak. Azért, hogy tisztává tegye őket utána, és megmossa őket. Jézusnak ez a megtisztító szeretete itt van ebben a jelenetben, fizikai módon, egy szemléletes szertartás keretében, de ez a megtisztító szeretete minden egyes keresztségben megtörténik. Talán még nem gondolkodtunk el azon, hogy miért van az, hogy a keresztségben vízzel való leöntés történik. Azért, mert pont ugyanaz a megtisztító szeretet az, ami ott megtörténik Isten ajándékaként. A gyermekkel, vagy ha felnőttként keresztelkedtünk, akkor a felnőttel. Ugyanaz a megtisztító szeretet akar rajtunk erőt venni, és ugyanaz a szeretet akar rajtunk hatást kiváltani, mint ott, ahogy a tanítványok lábát megmossa Jézus. Csak már nyilván a keresztnek az erejéből, és egy lelki értelemben. Hiszen lelki értelemben megtisztít bennünket a keresztség a bűntől, és utána teljesen Isten gyermekévé tesz bennünket. De mindig nagyon fontos a felfogásnak a kérdése. Fölfogjuk-e, hogy ez velünk történik? Fölfogjuk-e, hogy mi történik ezekben a dolgokban, Jézus kereszthalálában és a megkeresztelésnek a szertartásában? A keresztelés szertartása egyrészt elmossa a mi bűneinket Jézus erejéből, ugye amit ő a kereszten megszerzett számunkra, másrészt pedig Isten gyermekévé tesz bennünket, és fölruház azokkal az ajándékokkal, amelyeket Jézus is birtokolt, és amely szükséges ahhoz, hogy mi hétköznapi életünket abban az erőben tudjuk élni, ami Jézusban is ott volt. Ezt a két dolgot teszi a keresztség. De hogyha nem tartjuk azt, hogy a világban létezik a bűn, nem tartjuk azt, hogy elfordulás van ebben a világban az Istentől, akkor nem fogjuk érteni a keresztelésnek az értelmét sem.
az csak egy olyan szertartás lesz számunkra, mint a névadó, hogy hát elhozzuk a templomba, bemutatjuk, aztán hazavisszük. De itt egy nagyon fontos lelki igazság történik, és ezt föl kell elevenítenünk, ezt elevenítjük föl minden húsvétkor. Minden egyes szertartás erre akar bennünket rávezetni, hogy tisztulásra van szüksége a lelkünknek, és ezt a tisztulást csak Jézus érheti el. Általában a mai ember azért nem látja a bűnét, mert relativista módon gondolkodik. A relatív az ilyen viszonylagos jelent, azaz mindig egymáshoz viszonyítjuk magunkat. Azaz azt mondjuk, hogy hát nem olyan nagy a bűnöm ahhoz képest, a másik emberhez képest. Például én csak egyet hazudok, az meg egész életét végig hazudta. Én csak egyszer egy ember gyűlölök, az gyűlöl 12-t. Én csak egyszer pofosztam meg a gyerekemet, ő meg minden nap veri a gyermekét. Azért nem tartjuk magunkat olyan nagy bűnösnek, vagy nem értjük a bűnt, mert mindig máshoz viszonyítjuk. És mindig találunk olyat, aki nálunk sokkal jobban benne van a témában, találunk börtöntöltelékeket, találunk olyanokat, akikhez tudjuk igazolni magunkat, hogy hát mégse vagyok olyan, mint ő, mégse úgy élem az életemet. És ez az a helyzet, hogy ez az embert elpuhítja ilyen szempontból, és azt is képes az ember mondani, hogy hát én igazából jó is vagyok a többiekhez képest, persze természetesen. Nos, lehet, hogy nem teszünk olyan nagy dolgokat, de ez az általános jelenség mindannyiunkat kísér. És lehet, hogy nem egy politikai dologban hazudik az ember, lehet, hogy csak a kisfiának hazudik az ember, hogy ó, ráérek, és figyelni fogok rád, és persze elmegyek, meg törődök vele, de akkor is hazudunk. Lehet, hogy nem nagy dolgot csinálunk, de mégis valamilyen szinten behálózza életünket. Lehet, hogy nem mindenki gyűlölünk, de egy ember van, akinek nem tudunk megbocsájtani, és akkor az már éppen elég, hiszen tudjuk, hogy miről van szó. Jézus azt mondta, hogy hozzá kell viszonyítanunk önmagunkat. Mindig őt kell viszonyítási alapként tenni, mert ő nem követett el bűnt. Ő mindvégig megbocsájtott mindenkinek, mindvégig kitartott a szeretetben. Sosem fordul gyűlölettel az emberek iránt, hanem kereszten az utolsó szava is az volt, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Látjuk tehát, hogy Jézus ilyen jelleggel élte az életét. És mindig azt érdemes föltenni, az életem olyan-e, mint amilyennek Jézus akarta volna. Jézus ennyi időt töltött volna-e azzal, amivel én töltöm az időmet? Jézus gondolkodott volna-e így a nőkről? Gondolkodott volna-e így a családjáról? Jézus gondolkodott volna-e így az életnek a különböző területein? Jézushoz mérjük magunkat keresztényként, és hozzá képest állítjuk föl a bűnnek a fogalmát. Ő az origó, a teljesen tiszta, bűntelen embernek a prototípusa, és hozzá kell mérni önmagunkat. Föl kell tennünk a kérdést, hogy mondta-e volna a szomszédjának Jézus azt, amit én mondtam a szomszédomnak? Írta volna ki Jézus Facebookra olyan dolgot, amit én írtam ki? Ha ezt így föltesszük, akkor már értjük, hogy hova süllyedtünk, vagy hova tértünk el Isten útjától. Akkor a következő kérdés. Jézus azt mondja, példát adott nekünk. Nem is csak az, hogy mit nem teszek, hanem mit, vagyis nem is az, hogy mit teszek rosszul, hanem mit nem teszek, mi az, amit elmulasztok. A példáját követem-e Jézusnak? Azaz én is olyan lehajló szeretettel vagyok-e körülöttem lévők irán, mint amilyenne Jézus volt? Aki körülöttem van, érzi-e azt, hogy én neki szolgálatot teszek? Érzi-e azt a körülöttem lévő családtagon, hogy én megmosom a lábát szimbolikus értelemben? Azaz lehajolok, és az ő legnagyobb javát akarom. Ezt is föl kell tennünk magunknak ebben az időszakban. Hogyan fejlődhetünk ebben, kedves testvérek? Úgy, hogy ebben az időszakban megéljük a keresztelésünknek az értelmét. Újra felfrissítjük azt, amit a keresztségben kaptunk. Városunknak körülbelül 80-90%-a megvan keresztelkedve. De szükség van arra, hogy ezt a keresztséget éltessük magunkban, és ennek az értelmét mindig felfrissítjük. Ezért is beszéltem arról, hogy
A keresztség azt jelenti, hogy Jézushoz akarunk hasonlóvá válni. Ezt azonban nem tudjuk másképpen megtenni, mint hogy vele személyes kapcsolatban vagyunk. Istennel lehetséges személyes kapcsolatban lenni, és ez a legnagyobb igazsága a föltámadásnak, a húsvét üzenetének, hogy Isten visszajött, és láthatatlan módon még most is él. És az a Jézus, akit megöltek, az minden egyes emberrel valódi személyes kapcsolatot akar ápolni. Jézus nem csak egy történelmi fickó, aki már lejárt, és akkor most már betehetjük egy atlaszba, vagy egy történelemkönyvbe, és akkor ottan megolvassuk az ő tanítását, és már nem aktuális. Nem csak egy nagy erkölcsi tanító a sok közül, hanem az, akire hiszük, hogy föltámadt a halálból, és akit már több száz évvel születés előtt megjövendőltek. Ő az, aki fölötte áll a történelemnek, és minden egyes ember szívének ajtaján kopog az egész történelem során, hogy ismerje el őt, az ő igazságát, és legyen vele személyes kapcsolatban. Én magam tudom, a személyes kapcsolat Jézussal nekem se volt evidens. 16-17 éves koromig én jártam templomba, sőt, ugye ott is voltam, minisztráltam. Mindenféle dolgokat megtettem, jártam a húsvéti ünnepekre, ott voltam vasárnaponként, de mégse volt vele személyes kapcsolatom. Mégse volt Jézussal az a közelség. Őt is csak egy távoli Istennek gondoltam, aki vagy meghallgat, vagy nem hallgat meg, vagy szól az életemhez, vagy nem szól az életemhez. De egyszer néhány keresztény testvérem elmondta nekem, hogy Jézussal lehet személyes kapcsolatban lenni. Lehet megtapasztalni úgy a szeretetét, azt a szenvedélyes szeretetét, mint ahogy az apostolok megtapasztalták. Lehet megtapasztalni, hogy a lelkemet ma is mossa, ma is tisztítja, ma is rávilágít azokra a dolgokra, amelyekben tisztulásra van szükségem. És elkezdtem olvasni a Szentírást. Tettem egy lépést, hogy megtapasztaljam ezt a személyes kapcsolatot. És olyan békét hozott, olyan örömet hozott ez a kapcsolat az életembe, ami semmihez sem hasonlítható, és ami mindennek alapján áll. Ott volt az űr a szívemben, amit csak Isten tudott betölteni, nem feltétlen a vallásos szertartásoknak a sokasága, hanem az Istennel való személyes kapcsolat. És ez, ami addig hiányzott, betelt az életembe, és megtapasztaltam azt, hogy valóban rámutat Jézus arra, hogy tisztításra van szükségem, el kell indítani a tisztító programot, mondhatjuk mosógépes hasonlattal, és azt, ahová ő vezetett, amit ő mutatott a boldog életről, azt semmiért nem adnám oda. Mert annyival másabb ahhoz képest, ahogy addig éltem, a magam önző, a magam saját céljaim által felépített világomba, annyival másabb ehhez képest, amit Jézus adott, hogy föl se lehet fogni. És nem az van, hogy mit tudom én, keresztényként nem szabad nekem bűnöket elkövetni, és tilos, és ez szabály, vagy nem tudom. Sokkal inkább az van, hogy már nem akar az ember elkövetni bűnöket, mert rájön, hogy sokkal nagyobb erő van az Istennel való személyes találkozásban, ami az imádságban megtörténik, ami a Szentírás által megtörténik. Ezt akarja mindannyiunk életével Jézus, és adjunk neki egy esélyt ebben a húsvétban, hogy megtegye velünk ezt a személyes találkozást. Kérjük őszintén, hogy ha még eddig nem találkoztunk vele, akkor mondjuk neki azt, hogy mutasd meg magadat, mutasd meg azt, hogy te valódi Isten vagy az én életemben is. Ő siet, hogy ezt megtegye, mert ő azzal a szeretettel ugyanúgy jön, amivel a Szentírás lapjain találkozunk vele. Nos, éljünk ezzel a lehetőséggel. Adja meg nekünk az húsvéti tapasztalatot a Jóisten, és vezessen el bennünket erre a tökéletességre. Így imádkozzunk. Urunk Jézus, ma is, 2000 évvel később, hiszünk a te jelenlétedben, és hiszünk a te valóságodban. Hiszünk abban, hogy te nem vontad vissza azt a szeretetedet, amellyel irántunk vagy. Mutasd meg nekünk az új életet, amit csak te adhatsz. Mutasd meg,
hogy a szenvedélyes szeretet, amelyel irántunk vagy, az mindig sokkal jobb, mint amit a bűn kínál ebben az életben. Add, hogy saját emberi, bűnös szenvedélyeinkből kiszabaduljunk. Legyen az akármilyen függőség, akármilyen negatív beállítottság, akármilyen rossz beidegződés. Szabadíts ki bennünket emberi korlátaink közül, és nyisd meg számunkra a láthatatlan világgal való kapcsolatot. Nyisd meg számunkra a te veled való találkozást. Nyisd meg lelki szemünket, hogy lássunk téged ezen keresztül, mint ahogy az apostolok láttak. Lássuk, hogy mit teszel értünk a mai napon is, és hogy hogyan vagy jelen az életünkben. Nem akarunk benned úgy hinni, mintha nem volnál. Nem akarunk benned úgy hinni, mintha távoli volnál. Egészen közeli és személyes kapcsolatot kérünk tőled, mint az apostolok. Teremtsd meg ezt a szívünkben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Most pedig forduljunk könyörgéseinkkel a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Könyörögjünk Szent Egyházáért, a pápáért, a püspökökért, a papokért, hívekért, hogy kegyelme által őrizze meg őket hitben, egységben és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörgünk, Urunk, az egész világ békéjéért, népünk jólétéért, a járvány elmúlásáért, és hazánk aktuális vezetőiért. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik nem élik meg a keresztségnek az értelmét, akik Jézus távolról követik, vond őket közelebb magadhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörgünk, Urunk, hogy az oltári szentség magunkhoz vétele minél hamarabb elérhetővé váljon, és közösségünket addig is a hit és a szeretet tartsa össze. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörgünk, Urunk, elhunyt szeretteinkért, hogy a szent áldozat gyümölcseiből, a szent miséből felragyogjon előttük az örök élet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Őrizd meg minket, mennyei atyánk, hiszen minket te, szent fiad által újjá teremtettél. Add, hogy ebben a közösségben boldogan éljünk, és szent hitünk megerősödjön, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Bor. És a víztitka által részesülünk a meg Istenségében, aki kegyesen részese lett emberségben. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését, az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Urunk, Istenünk, segíts, hogy méltón ünnepeljük ezeket a szent titkokat, mert valahányszor ennek az áldozatnak emlékét megüljük, a megváltás műve valósul meg bennünk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Fölemeltük az Úrhoz! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Méltó és igazságos! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös!
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Már közeledik üdvözítőnk, szenvedésének és dicsőséges föltámadásának ünnepe, amikor örvendünk, hogy megtörte az ősi ellenség gőgjét, s újra átéljük megváltásunk szent titkát. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adati. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, s itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus tanította. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus, te vagy a mi békénk és kiengesztelődésünk. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme, az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és szent vére, angyaloknak étele, elevenem van itt jelen, a kenyér és bor színben, boruljunk le, és rettegve imádjuk-e fölséget az oltári szentséget. Kedves testvérek, mai szent mise az áldozási könyörgéssel zárul. Nincsen sem áldás, sem elköszönés, és ezzel arra emlékszünk, hogy Jézus elment az olajfák hegyére virrasztani, elment a tanítványaival imádkozni, és tulajdonképpen azért nincs elköszönés, mert abban a hitben van az egyház, hogy ezután a szent mise után mi magunk is szobánkban, tévénk előtt, vagy kicsit elcsendesülve, lélekben időt töltünk Jézussal,
ezért nem lesz most elköszönés, hanem a könyörgéssel és a kivonulással zárul a Szent Mise. Könyörögjünk! Kérünk mindenható Istenünk, hogy amint most az utolsó vacsora táplálékával megerősítettél minket, tégy egykor Szent Fiad örök lakomájának részesévé, Krisztus, ami Urunk által.